言うかランチバー안녕마이잠바Jó kat! Na hát megint zárás előtt sikerült ideérni, megint körülbelül még egy 3 perc van zárásig. Hát, kigondolsz a felhúzat arról? Megint ugye rá van pakolva, mint nem áll palacsinta, idén is ki van kapcsolva. De most van kint pohár. Meg azért hozzájutottunk ezekhez is. Ezekhez itt hozzájutottunk, meg azért van egy kis falatkák azért raknak ki. Csak maga a főétel az nincsen. Gurmé? Még el akartam mondani egy-két pozitív dolgot, ami már most tetszik Bakuban, aztán most még nyilván Budapesten vagyunk a reptéren, nem biztos, hogy ezt később is így gondolom majd, de most egyelőre így gondolom. Az egyik, hogy most 2024. szeptember 12-e van, a mostani hétvégén lesz Bakuban a Forma 1, és én tudtam, hogy ekkor akarunk kijönni, ezért a szállásunkat 2023. júliusában foglaltam. És akkor az ára kettőnknek 4 éjszaka reggelivel 57 000 forint volt. Nézzük meg, hogy most mennyibe kerül ez a szállás. Ugye a Forma 1 egy kicsit feldobja az árakat, úgy 20-szoros ára. A másik pozitív dolog, hogy a szállásunk ennyi pénzért még ingyen transfert is küldértünk a reptérre. Úgyhogy ezzel fogunk majd a reptérről egyből a hotelbe menni a szállás után. Nem izgulsz? Nem. Izguljanak az azeriak. Várjuk a repülő felszállását, addig is. Csak az Ázsia Express. Itt vagyunk Angeles városában, ahol a biztos, hogy vagy. Ödöm hívjál meg legközelebb. Az van, hogy volt egy jó foglalásunk a belvárosban, csak ugye itt a Forma 1 miatt fölmentek az árak, mint hogy láthatjátok is. Ezért minket kibasztak a város szélére egy másik hotelbe, ami egyébként csecse, csak rohadt messze. Nem csecse, egyáltalán nem csecse, nekem nem tetszett. És rohadtul messze van, és én nem maradok. Szóval nagyobb baj az, hogy messze van, és ugye itt minden elérhető távolságon belül lett volna, akár metróval, akár gyalog. Na most az van, hogy a menedzser, hát ugye nem jött ide. Úgyhogy azt mondta, hogy majd megoldjuk a problémát, addig leküldött minket reggelizni. De közben jött egy ilyen test. Óriási spór lesz egyébként, mert 5 manatba kerül egy reggeli, szóval legalább 2000 forintos. De jött egy szőke srác, neki volt foglalása ide, mint ahogy ugye nekünk is. Fel is háborodtam, hogy mondom, neki van, nekünk meg nincs, mindegy. Majd visszajött a srác, hogy bocs, de ha nincsen ablak a szobában, nem lehet egy helyet kapni, amin van. Aztán azért azt mondta, hogy neki jó lesz az ablak. De aztán meggondoltam, hogy igazából nekem nem, sem. Neki ablak. Neki kell ablak. Nekem nem vásároltak meg ezzel a reggelivel most. Egyrészt már nem eltek semmit, de ezen túl tudok lendülni. Nem az. Nem az, csak az ötmanat. De engem nem vásárol meg ezzel. Most gondolom legküldött idő, hogy nyugodjak meg. Nyugodjak meg, egyek, de nekünk szobánk lesz itt, ablakos. Szóval amikor azt mondtam a reptéren, hogy milyen pozitív eddig az egész, hát eddig tartott. Nem mondanám, hogy nyugodtak lehetünk, most elindultunk a városba. Az egyik menedzser, vagy hát én nem tudom, igen, mi ő. 8 óra 7 perc van, meg vagyunk reggelizve. Azt mondta, hogy megpróbálják megoldani, és valami kamukázott valami sztorit, hogy megpróbálta lemondani a foglalást, ami amúgy hazugság, hiszen végig a reptéri transferről leveleztünk. Nem is értem. Hát csak ő azt hitt, hogy el van intézve azzal, hogy áttett minket egy másik szállodába. Nem, az azért nem úgy működik. Első idegből meg vagyunk. Azt mit látunk? Szép, mit találtál, ami miskolci? Szép pusztánk. Egy miskolci, egy helles, szikszós automatánál. Szóval Azerbajdzsánban is így adok szikszót. Eva! Szia! Na, egyik sokból a másikba esünk. Egy picika vagy. Megvett az egyik sokunk, a második sokunk, a harmadik sokunk. Most hol tartunk a sokokba? Mutasd már meg, mi a következő sok. Hát itt egy ilyen miraszos, szerte pici cicára. És hát kettő vonat
Ez rossz? Tehát 420 forint a kiló. Van mennyi? Mennyiben? 3. Azaz 630 forintért lehet venni. De ajánlom neked a hamburger 150-ért. Aha. Aha. Nem tudom, mi a limuzin, de az nagyon drága, az mondjuk már 5. Az 5. Tehát a limuzin az 5, az azt jelenti, hogy 500, nem mennyi, 1100 forint. Igen, és akkor a kóla 3 dec is az 1. Ha. És a fél literes az 1,50. Nagyon jó, az mondjuk jó árban van. Nézd meg, meg van az a, tudod, az a lapos valami, ami Grúziában, és tudtuk, hogy micsoda. Jók az illatok amúgy. Igen, meg ez biztos, hogy tényleg ott kertett a kertjébe. És lavas. Tudományos percek következnek. Tudományos, mert mesterséges intelligenciát kell használni, mert nem tudjuk, ez micsoda. És beolvastatjuk vele. Bekarikázunk, és mindjárt kiérjük. És a megfejtés! A megfejtés... Jojoba. Jojoba gyümölcs. A sarki boltban egy manatba kerül egy liter, és 70 centbe egy 3 decis üdítő. És mi kerül még egy manatba? Mi kerül még egy manatba? Na, mi kerül még egy manatba? Egy liter benzin. Egy liter benzin, tehát egy liter benzin egyenlő... Egy fanta. Fél liter fantával. Macska eledelt eszi. Szevasztok, cicuk, te nektek hozott valaki kaját? De nézd már, hogy mit tudom, csak ilyen félix kutya eledelt cicutában. Hát ez így, azt ezeket, csak így kóbormacskaként akármit egyetek, nem? Mondjuk egyébként, hogy majbakom van, én is itt szoktam így hagyni, azt fölbakolom, legalább addig sem viszik el a kereket, nem? Azerbajdzsán nevét valószínűleg Atropatész után kapta, aki kormányzó volt az általa uralt Atropaténében, a mai iráni Azerbajdzsánban. A név jelentése tűzzel védett, illetve a tűz országa. Valószínű, hogy már ekkor is látták itt a földből feltörő földgázkitöréseket. Annyira sűrű, hogy nem jön ki. Egyébként jó iránban képzeljétek el, kaptunk egy üzenetet a szállásról, hogy vár minket a szobánk! Azerbajdzsán területén több független kánság emelkedett fel, akik állandó háborúskodásban álltak. 1918-ban kikiáltották az azerbajdzsáni demokratikus köztársaságot, ám ez nem tartott sokáig, ugyanis 1922-ben a Szovjetunió egyik tagállamává vált. A karavánszeráj olyan útszéli fogadó, ahol az utasok megpihenhettek és feltöltődhettek az útjuk során, majd látni fogjátok, hogy minden nagyobb azeri városban találkozunk ilyennel, és ez nem véletlen, hiszen itt futott a nagy perzsa királyi út, ami már az időszámításunk előtti 5. században is használatos volt, és ennek egy része lett később a Sejem út, ami Kínát kötötte össze Európával, illetve Afrikával. Baku nevének jelentése a város régebbi perzsa neveiből származik. A Batkube azt jelenti, hogy a város, ahol a szelek fújnak, és ez egészen a zoroasztrikus időkig nyúlik vissza, ezt majd később megmagyarázom, hogy mit is jelent. Látjátok ezeket a tipikusan azeri erkélyeket? Ennek az volt a célja, hogy a feleségek ki tudjanak nézni a házból, és nyugodtan állhassanak itt, de az idegen férfiak ne vetessenek rájuk szemet kívülről. A Méden torony, azaz a Szűz torony, az UNESCO világörökség része. Építésével és nevével kapcsolatban azonban számos rejtély fennáll. Az egyik elmélet szerint ugyanis a 7. században épült egy zoroasztrikus templomnak, hiszen 7 emelete van, ami valószínűleg a 7 bolygót szimbolizálja. Mások úgy gondolják, hogy a 12. században záratta idebe egy sah a lányát, hogy az nem ehessen férjhez, de ő leugrott és meghalt. Innen a szűztorony elnevezés. De igazából az sem kizárt, hogy csupán egy megfigyelő állásként épült a Kaszpi-tenger partjára, és mivel elérhetetlen volt az ellenség számára, így kapta a szűz nevet. Azt hiszem, ezt már sosem fogjuk megtudni. A tetőről remek kilátás nyílik az időmérő futamra. Fölmegy és élmény torony tetejéről. Látjátok azokat a madár alakú kitüremkedéseket a lakóházon? Na, azok madárfészkek, amiket szándékosan építettek oda. Ez a hely ma egy szuvenír volt,
de régen egyike volt a működő hamamoknak. A hamamokról egy érdekesség, hogy már régen is külön női és férfi napokat tartottak, hiszen bent ugye mesztelenek az emberek, és a női napokon az alulsjelöltek előszeretettel jöttek el, hogy szemügyre vegyék a menyüket, vagy azt, aki a menyük lesz, hogy meggyőződjenek róla, hogy jó lesz a fiúknak, és ezzel beleegyeznek-e az esküvőbe. Melyikben lakik vajon a dzsin? Hogy rosszat vigyek haza, aztán nem lesz benne dzsin. Azerbajdzsán lakosságának 85%-a síta iszlám, és a világon ez az ország a legmegengedőbb muszlim ország. Minden városban van egy Juma nevű moszk. A Juma ugyanis pénteket jelent, ami náluk az ünnepi nap. A muszlim vallásban 5 alapszabály van. Az első, hogy Allah alkotta a világot és az iszlám vallást. A második, hogy napi 5-ször kell imádkozni. A harmadik, a bőjtöt szigorúan tartani kell. Negyedik, a fizetés 2,5%-át adományokra kell fordítani. És az ötödik, hogy mindenkinek életében egyszer legalább el kell mennie egy zarándokútra. Az azeriek annyira megengedőek, hogy ők tulajdonképpen csak az első pontot tartják, a többi egyszerűen nem kötelező. A templomokban a nőknek fenntartott rész sokkal kisebb, hiszen kevesebb nő jött el, akkor is és ma is, mint ugye férfi, hiszen úgy sincsen idejük eljönni a háztartás vezetése mellett. Egyébként menstruáló nők be sem léphetnek ide. A Mohammed moszk Azerbajdzsán legrégebbi moszkja, még a 11. században épült és a világörökség része. Sajnos a szovjet időkben súlyosan megrongálódott, és azóta nem funkcionál, nem is látogatható. Ami érdekes még, azok ezek a kövek, hiszen az itteni emberek úgy imádkoznak, hogy a kezükben fogják, illetve morzsolgatják ezt a követ, valamint a homlukokhoz érintik, ez pedig a földet szimbolizálja számukra. Ez itt a Sweet Hammamnak becézett fürdő, de ma már ez sem működik. Korábban a sahok jártak ide, és azért nevezték édesnek, mert egyrészt mindig édességet szolgáltak fel, másrészt pedig csak az uralkodóhoz közel álló meghívottak tehették be a lábukat. Apropó édesség. Azerbajdzsánban is van baklaba, olyan, mint a török, de az itteniek gyémánt alakúak. Aliaga Vahid egy helyi költő és író, aki a szatírák mestere volt. A bronzszobrán a műveinek alakjai láthatóak. A Vahid nem az eredeti neve, egy másik költőtől kapta, és azt jelenti, hogy egyedi. '96 ország 6000 könyve található meg itt, sok pedig dedikált, például Fidel Castro, Che Guevara és Heydar Aliyev aláírása is látható. Itt vannak a miniatúr könyvek. Már vannak egészen iciri-picirik is, amiket így tényleg szabad szemmel is nem tudom, hogy ki tudná esetleg elolvasni. De mégis a leges-leges legkisebb az itt van. Ez 2012-ben készült Japánban, egy lézergravírozás. Nem tudom, hogy nem látjátok a könyvet, mert... Ebben a fehér kis tartóban belül van. Abban a fehérben az a kis fekete kis pötty, az egy könyv. Gyerekkönyv szekció. Ez ebből nem annyira látszik, hogy milyen mini, de ha megnézzétek a kezemhez képest, milyen picikék. Hungarian? Ah, you check it. Tokaj. És csak van piros-fehér zászló. Igen. Interkozmosz és hazánk. Janka Gyula miniatúr könyvek. Kis képek nagy könyvekről. Itt sok magyar van. Ez úgy, itt is. Itt ez az egész sor magyar. Igen. Magyar városok, Toldi szerelme. János Gödény. Hát van mellé, mekkorák a könyv. Mekkorák a könyvek. Puskinnak három ilyen kis szekrénye van. Puskin egy nagyon népszerű író itt Azerbajdzsánban, nézzétek meg milyen kis szókébejegyzék és fanybár. A fantasztikus könyvgyűjteménynek megérkezett a tulajdonosa is. Ez a kis goromba mogorva hölgy itt a sarokba, ő az, mutatom. 93 éves. Na és hogy miért kezdte el gyűjteni a néni a könyveket? Mert volt a Szovjetunióban, ahol megvette ezt a könyvet. Ez volt az első könyv.
És hát ez nem minikönyv, mert a Szovjetunió méretei 10x10-esek voltak, és a minikönyv az pedig 7,5x7,5 cm-nél kisebbnek kell lenni. De ha már megvette ezt az első példányt, akkor úgy volt vele, hogy hátra talál a világon még ennél kisebbeket, és lám, talált! Ali Samensi műtermében vagyunk, ő egy helyi alkotó, és meg lehet vásárolni a képeit. Szerencsénk volt, hogy nyitva találtuk, és megnézhettük az alkotásait. Na azért ezt mondjuk el, hogy ez a művész úr, annak ennél itt elkészíti a festményeit. Ugye ő home office-ban dolgozik, ezt azért tudom biztosan, hiszen ott fönt lakik, tehát fönt van a lakása, és itt lent az alkotó műhelye, úgyhogy lényegében mindig home office-ban van. Hú, az egy jó sok képet készített már. Mit csinálsz, fiam? Na, itt csak úgy lehet átmenni, megpuszilod a falat. Jó Isten! Kimutita! Kiütöttem! Biztosan észrevettétek, hogy itt mindenki nagyon szereti a cicákat, rengeteg kóborcica van, etetik, simogatják őket, és sok háznál még cicafekhe is van kikészítve. Most a Sirvansak dinasztia palotájában járunk, ahonnan a 15. században kormányozták az országot, miután Baku lett a főváros. Korábban Semak a városa volt, ugyanis az, de egy földrengés lerombolta, és akkor lett Baku a székhely. A Sirvansak jelentése palota az oroszlánok királyának. Egyébként a Sah a királyok iráni neve. A Sirvansakok épületegyüttese 9 épületből áll, és ezek különböző korokban épültek. Láthatóak itt ékszerek, használati tárgyak és hangszerek, amik az ásatásokkor kerültek elő a 17. századból. Ez az épület nem tudni, hogy pontosan mi célt szolgált, lehet, hogy eleve szent hely volt, de az is lehet, hogy itt tartották a gyűléseket. Miután a dinasztia kihalt az 1500-as években, nem tudni, hogy ki lakott az épületben, egészen a szovjet uralomig, amikor is főhadiszállássá lett, majd az 1960-as évektől kezdődően múzeummá alakították. Itt korábban egy moszk állt, ez volt az Old Mosque, de egy 1918-as tűzvészben leégett. Érdekesség, hogy az itt lent látható sírban a feltárások alkalmával 20 különböző ember maradványait találták meg egyetlen sírba zárva, ezért arra következtetnek, hogy itt korábban egy temető lehetett. Nem puszigatják a kaposod a nénik. Sirvansak dinasztia sírjában az ásatások során összesen 14 sírhelyet tártak fel. Ez pedig a fürdőhely, a hamam, amiből sajnos csak ennyi maradt fenn, és képzeljétek el, hogy feltehetően a 15. században ez a rész is a palotán belül volt. Ez itt a király moszkia, a dinasztia uralkodói, a sahok jártak ide, és az ő családjuk. Ez meg zöldes, zöldséges, vagy zöld. És rétes tészta tényleg? Na, és mi a rétes tészta? Na, hát én alig bevállalós voltam, mert ebben van gesztenyétől kezdve gránát, almán át, minden, de meglátjuk. Ó, fiam. Undorító? Nem, ilyet akarok enni holnap. Ezt vett föl, fiam, ahogy tunkolom kifelé a sajtot. És itt milyen a sajt? Nem olyan, mint Grúziában? Hasonlít egyébként. Hasonlít a sajt, csak ez kicsit finomabb.
Ide azért jó, hogy eljöttünk, mert egy új követőnk innen Azerbajdzsánból. Ez egy bazió étterem volt, nem is ettünk drágán, de olyan ízek voltak, hogy fú, ez most le a kalappal, tehát ez jön meg a kiszolgálás is, ez fantasztikus meg volt. Meg a követők! Meg hát ugye a pincér egyből be akart követni a YouTube csatornánkat, úgyhogy ez volt eddig a legjobb hely itt, amit voltunk. Igaz, teszem hozzá az első hely, amiről bementünk. El kell dönteni, hogy egy literes, vagy fél literes kólát veszünk egyért, vagy egy literes veszünk szintén egyért. Hát szerintem az egy literes vagyunk meg egyért. Bent vagyunk a metróba. Megyünk lefelé a metróhoz, egy szép új metró. Ezzel a kártyával lehet bejönni. Ez egyébként kettő vonatba kerül, az 460 forint a kártya. És töltöttünk rá még kettő vonatot, ezzel olyan 5-öt tudunk utazni. Körülbelül már 40 cent vagy fillér a egy utazás. Igen, 50 forint. És egy kártyával ketten is be tudunk jönni, csak egy kétszer kell lehúzni, mert ilyen forgóvillás. Ég az egész hegy. Egyébként ez egy szálloda. Az óriás kerék itt a bulváron a Kaszpi-tenger partján áll, és 10 manat egy kör, ami, ha azt veszük, nem olyan drága, de szó szerint egy kört megy, és körülbelül 5 perc alatt körbe is ér. Szép a kilátás azért, főleg így a kivilágított Flame Towers-ökre. Szép így a parton a katonák sétálgatnak közben. De milyen katonák? A terepmintás, jól láthatósági mellényes katonák. Igen, hogy nem olvadjanak. Így lehajolt a fejével. Igen. És át. Rendszébe is így szokták. Kísérettel jövünk itt a szolgálatot. 8-10 katona kísér minket. Az volt a helyzet, hogy most itt volt a menedzser, amikor átvettük a szobát, és mondta, hogy az volt a probléma, hogy valaki, aki itt volt a hotelben, már lejárt a foglalása, de beteg lett, és azért nem tudta kitenni, és hát ugye pont mi jöttünk volna ide ebbe a szobába, úgyhogy most úgy szépen áttelepített egy másik hotelbe.